Lovasok vonultak Tarpa utcáin szombaton. A 15. kuruc napon kórhű ruhákban éltették a kuruc hagyományokat, majd főhajtással emlékezett az ünneplő közönség II. Rákóczi Ferenc fejedelem lovas szobránál, valamint a tarpai kuruc mozgalom vezetőjének Esze Tamás szobránál is. A rendezvényen fejlesztésekről beszélt Magyar Levente, a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium államtitkára. Hamarosan egy 1,5 milliárdos beruházású gyümölcsfeldolgozó fog épülni itt Tarpán. Egy 100 kilométeres körzetben el fogja tudni látni feldolgozóipari kapacitáson mindazokat a termelőket, akik űzik azt az évszázados hagyományt, hogy Európa és talán a világ legjobb minőségű szilváját, almáját és medgyét termesztik itt ezen a vidéken. Én azt remélem ettől a beruházástól, amelyik reményeink szerint akár már az idén megindulhat, de legkésőbb jövőre be kell fejeződnie, hogy legalábbis ennek a vidéknek soha többet nem lesz probléma azt, hogy hova adja el és milyen formában és milyen áron ezeket a kiváló minőségű világhírű termékeit. Az államtitkár hozzátette, hamarosan kezdeményezik egy olyan kerékpárút megépítését, amely a Bereget és Kárpátalját kötné össze, Tarpától egészen Badalóig tartana az út.